Srácok, itt Zsamász, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. A mai napon Lone Star-ozni fogunk, méghozzá az Island Invasion nevezetű pályán, viszont előtte szeretnék nektek nagyon gyorsan elmondani pár dolgot. Például, hogy ma 17:30-21:00-ig lesz egy Facebook livestream-em, amiben Brawl Stars-ozni fogok. A teljes menetrendért kattints a leírásba, ott lesz a link, és ott meg tudod tekinteni, hogy az egész héten mivel, miképp és hogyan fogok játszani. Valamint, hogyha érdekel a Call of Duty Mobile, egyébként tegnap volt egy livestream-em, de ezt nem ezzel mondom, hanem felkerült az első Call of Duty Mobile videóm a Sietek csatornájára, szóval, hogyha érdekel a játék, és érdekel a videóformátumban, hogy mit tudok alkotni, nem csak livestream-en, akkor mindenféleképpen csekkod le ezt a videót. Nice. Oh yes. Ezt az I betűnél természetesen megteheted. No de, akkor nézzük is meg Island Invasion. Szerintem mindenki tudja, melyik pályáról beszélek. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindenki, hát hogy is fogalmazzak, nem igazán szereti ezt a pályát, ugyanis hát túl sok a bokor, mindenki kempel, és pláne Lone Starban, ahol mindenki ellen megy, és ugye ölni kell, tehát itt pont az ennyiak, hogy ölni kell, nem úgy, mint a Showdownban. Egyébként én mindig is egy ilyen játékmódra vágytam, ahol ölni kell, és végre megjött. Bár nem teljesen szerintem így képzelték el az emberek, minden esetre szerintem egy király játékmód lett mindenféleképpen, és meghalok, hát ez így elég rossz szituáció volt. Szóval egy nagyon jó játékmód lett, nem olyan, mint a Showdown, ahol igazából csak így túlélünk, és próbálunk rámenni, rákempelni a dolgokra. Itt tényleg tennünk kell valamit. Úristen, hát nem ezt kell tenni, ahogy itten a Shelly dupla ultival szétszednek minket. Szóval igen, tehát pontosan ezért utálják az emberek ezt a pályát. És igen, tudom, hogy több csillagra van szükségem. Csak hát... eddig mindig, hogy leszpónoltam, meghaltunk. Nagyon jó, és meg is van az első killünk. De hát ugye folyamatosan jönnek a killek az enemy játékosoknak is. Szóval össze kell szednünk magunkat, ez a három, ez nem elég. Sikert félrenyomni egy ultit teljesen. A boss itt lehet valahol. Nice. Elsők vagyunk. Tökéletes. Tökéletes. Jó, oké, figyeljetek. Megöltük. Az, hogy minket tudom, megöltek, az annyira már nem fontos. De hát 9-ünk van. Ez nem elég. Ilyen 15 körül lenne jó. Ah, menjünk innen. Ne! Lett volna még egy ulting, ne. Jó, az első ezért mégsem kell, az ezt a Jessie-t kéne megölni, mert úgy látszik, hogy a sok Star Power-ében nagyon darálja ott a dolgokat. Úgyhogy, nem, az túl messze van most. Az volt, hogy ki kell jönnöm a bokorból, és el fognak jönni, hogy itt van Zsomat bácsi. Yes, na ez nagyon jól jött nekünk most. Ugye a csomó pontot tudtunk beszedni. Jaj, ne. Egyszerűen... Ne! Hiszem el is! Aj, neki gyorsabban töltött be az atak, és ezért meghaltunk. Hát ez pekkes volt, ez elég pekkes volt, mindenesetre ez a harmadik hely, azért az elég jó. Egyébként ezen a pályán nyilván tankokkal érdemes játszani, tehát ilyen Bull, Shelly, egyébként Piper is jó lehet, akár Crow, vagy amúgy, mint láttátok, Jesse is működik, szóval tök király. Igazából tényleg, viszont a Star Power-ök nem annyira jönnek, csak Gambit dobálja be őket a shopba a játék. Mindenesetre az összes Star Power-t megveszem, úgyis már csak Star Power-ökre van szükségem. Gyűjtöm a gorot, amennyire csak tudom. Szóval most megpróbálom beszedni a középső csillagot, hát ha... azt benéztem. Kicsit túl hamar kezdtem előni. Köszönjük szépen. Elsők vagyunk, yes, baby, ez nem tudom, hogy sikerült. Gyere, Jesse, nem bántalak, nem harapok, esküszöm. Ezt hittem, még itt van, de nem. Nem baj, a bandaidet hagyjuk betölteni. Jó, az fájt. ez elég fájt, bár 6-tal elsőnek lenni azért az elég durva. Mindenesetre még nagyon az elején vagyunk. Szóval ez még... nagyon könnyen megváltozhat. Csak töltsük fel az ultit. Én ennyit akartam itt már a végén csinálni, mert 2-3 Shelly közébe voltam szorulva, nem igazán tudtam mit csinálni. Amit lehet egyébként csinálni, hogy kempelünk a spawnoló emberekre az ilyen helyeken. Tehát...
Igen, elsők vagyunk, nagyon jó. Most megpróbálunk rákempelni valakire, aki ide spónol, bal fölőre, vagy ide jobb oldalra. Egy kicsit messze menjünk, hát ha leszpónolja, halnak az emberek. Ó, yes, ott valaki újra lett, de nekem nem ő fog kelleni, hanem az az ember, aki ott bal oldal spónol, de úgy látszik, hogy nem akar senki oda bal fölőre spónolni, pedig én nagyon próbálkozom, és akkor így le tudunk rá csapni az ultinkkal. Ó, yes, Band-Aid megmentett minket, még mindig elsők vagyunk, hogy maradjunk itt a kempelés stratégiánál és a lecsapásra, és ott is van egy Sherry, csak az baj, van ultia. Nekünk pedig Band-Aidünk van. Yes, ott van az első hely, bár a másik sejt, ezt nem én öltem meg, hanem a másik srác. De remélem megtartsuk az első helyet, ezzel adtak 2 másodperc alatt, és sikerült is megtartanunk. És amúgy tényleg srácok, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy élőben hogyan Brawl Stars-ozom, akkor mindenféleképpen gyertek el a livestreamemre, ami 17:30-kor kezdődik. És 9 óráig fogok játszani, lesz nézői játéktól kezdve tényleg minden, ami szájának ingere lehet, úgyhogy tényleg gyertek, nagyon király lesz a Facebookom, természetesen facebook.com/zsomatzdes, ott láthatjátok a baloldalt amúgy is, itt ugye a Facebookon streamelek. A terapi videóban egyébként mindent elmondtam a streameléssel kapcsolatban, hát nagyon nem nézzétek meg túl sokan, pár ezren konkrétan, ami hát elég gyászos, de hát ez van. Most már elkezdődött a mérkőzés, és már You Need More Stars van, ami hát nem teljesen jó, nem találkoztam senkivel konkrétan. Így elég nehéz dolgom van. Persze ott van már egy Sherry. Hol vannak az emberek? Aló? Van itt Piper, Colt, Bibi, minden, de nem itt. Hol élednek újra? Hol élednek az... De emberek, hol vagytok? Ojjaj. Na, ez nem jó. Ójjaj, de jó. Hát el kellett volna menekülni. Ez egy elég szívás, azt kell, hogy mondjam. Nagyon-nagyon rossz szituációba kerültünk, és még nem találkoztunk emberrel, akit konkrétan meg tudnánk ölni. Szóval ez elég pek. Így nem sokára viszont van ultink. Szóval ezt ki tudnánk használni, akkor az jó lenne, és meg tudnánk ölni valakit elég easy-ben. Csak hát, nem, mégsem. Aló, emberek, hát nem tudok semmi csillagot szerezni, hát ez nem jó. Nem baj, ha van Band-Aid-em. De ez nem elég, hát ölnöm kell, hát úristen, 48 másodperc van már csak hátra, és sehol senki. Sehol senki, ott egy bó. Ne, és megöl. Nézd meg is, és beleúltozok, és így is megöl. Hát ezt nem hiszem el. Láttam, hogy odobtad, ez szörnyű. Tehát nulla csillag. Azért ez elég szánalmas, már nem azért. És nem játszottam rosszul, egyszerűen csak rosszul ki a szituáción. Ezért rossz ez a pálya. Mert nem csak ezért rossz, de ezért is rossz. Ó, jó kis startup-os Bibi. Jó, van végre. Tehát ez még mindig nem elég, nagyon nem elég. Jó, gyere Sherry. Mindig több csillagra van szükségem. Ne. Aztán megöltük volna, akkor talán jobb lehetett volna, de így is elég rossz helyet vagyunk. 10. Igen, valahogy sejtettem, hogy itt nagyon-nagyon a legvégén fogunk végezni. Pek volt, egy enyhén szólva pekkesek voltunk, de hát... ez van, ezt kell szeretni, most megyünk még egy párat Sherryvel, illetve szerintem ez lesz az utolsó Sherryvel, aztán pedig megyünk Bullal, és Bull is nagyon jó erre a pályára. Mint látjuk, az emberek nagy része Bullt meg Sherryt hoz, szóval nem véletlen ez egyébként. Aha, én szedtem be, haha. De viszont ugyezni kell, mert ilyenkor kevés HP-nk van, viszont nem sokára van ultink, ami elég jó, pláne Sherryként, és így ultival tudunk csak érvényesülni igazából Bull ellen Sherryként. És az a baj, hogy első helyről átestem a You Are Doing OK kategóriába. De nyilván ugye azért voltunk csak elsők, mert egy ilyen csillagot beszedtünk középről. Ó, szia Bull. Nice, és megint van ultink. Ne, töltődjön a HP-m, jó. Mert ugye a Band-Aid elveszett volna. De én ezt nem akarom, hogy elveszten. És ez a spawn camping az kevésbé működik mostanában. Tehát, hogy amikor kijött ez a játékmód, akkor folyton spawn campelt, és mindenkit megöltem. Most meg úgy néz ki, nem spawnolja oda az embereket szándékosan, ami azért elég király, de hol van mindenki? Yes. Az fel se fogta, hogy mi történt konkrétan. Én meg már megöltem, de hát ez van. Most pedig ide spawnol mellém. Szegény. Hát szegény, hát dupla kill-eltük. Jó, triple kill. Nagyon szép, és...
Hova élet? Oda föl. Nagyon jó. Ide is életetne valaki. Tízünk van már. Na, de akkor feljebb nézünk, hogy mi a szituáció erre felé. Ott volt valaki. Szia! Ne! Ne! Hogy átvert, hogy pont nem találtam el az ultimmal? Jesus! Na jó. Ez ügyes volt. Ez ügyes volt a részéről. Én pedig béna voltam. De hát ez van. Írja, keep up the good work van, és remélhetőleg... Ó, ezt még ölhetjük. Yes! Jó. Azért ez így kellett a végére, azt kell, hogy mondjam, mert nem teljesítettünk annyira jól, mint ahogy kellett volna. Nézzük csak, negyedik hely, 4 kupa. Oké, ezt el tudom viselni. 547, nem rossz. Akkor kinyitunk egy chestet. Nézzük, mit rejt, természetesen semmit, és akkor megyünk egy pár mérkőzést Bullal is, akinek a Red Bullos Bull. Ja vagyok, a amerikai focis Bull skin meg is van. Imádom ezt a skint egyébként, hogy a kékben van Star Power-ösbe, ami nem Star Power, Star Point-os, bocsánat, ami szintén egy király skin, de hát én megvettem ezt. Jó, és ilyenkor a Star Power-ünk kifejezetten jól tud jönni, tehát itten gyors tüzelőként tudunk működni konkrétan, amikor ugye nincsen sok HP-nk, szóval nagyon jól tud működni ebben a játékmódban, pláne a bokorban. Nagyon jó, várjunk egy kicsit. Yes, így is van. Ott van, you are in the lead. Tökéletes, ezt már szeretem. Nagyon jó, ott megy a fight. Pedig itt van valahol Shelly. Jó, volt nincs Shelly. Ajjajjajjaj. Ne, ne, hiszem el, pedig milyen jó lett volna. Aj, Istenem, ez a sok víz az ott bezavart nekem itt a derélek között, pedig simán megölhettem volna. Na mindegy. Hát ez... jó, oké, nem baj, meghaltunk. Hát, mi? Nem baj, nem volt rossz. Na, ezt akartam, hogy nem az, hogy meghaltunk, az baj. Az kifejezetten baj, hogyha meghalunk. Mindenesetre elsők vagyunk. Bullként könnyebbnek tűnik valamiért egy picikével. Nem tudom, hogy ezt csak én érzem így, vagy csak így mászdi a lobby, vagy valami hasonló. Hát ez két lövés volt, ez így easy. Easy volt, hozzánk se ért konkrétan. Fel se tudta fogni, hogy mi történik. Konkrétan. És már halott volt. Ó, nitácska. Nagyon sajnálom. Ajaj. What? Ne! Oda mentem meghalni. Ne, megöltem három! Hármat kaptam. Megöltem első hely, léci. Ott, ne! Ne, az utolsó pillanat! Miért kell ezt csinálni, ha nem kamelyem adtam? Hogy? Egyszerűen, hogy lehetek egy lepekkel? Tehát, hogy első, és egy fél másodperccel a meccs vége előtt második hely. Nem baj, nyomassuk Bulla. Egyébként nem annyira vészes ez a pálya, de megértem, az emberek miért nem szeretik. Jó, ez így nice volt. Egy kill megvan, elsők vagyunk természetesen ilyenkor, mert milyenk volt az első kill. Ott a Bulla, és nem is fog ide jönni valószínűleg, itt van egy Shelly. Szia! És beloptuk. Hát Dynamite, nem tudom, mit akarsz. Őszintén szólva. De egészségedre. Jó, menekülök. Nagyon menekülök. Ne! Belopta a kilemet, a mocsok. Hát ez rossz volt, és még be is lopták a kilemet, ezt nem hiszem el, emberek. Elég durva akció van itt lent, és én is ide spawnolok, hát ezt adom. Kíváncsi vagyok, mit tudunk kihozni belőle, és megint elvették az elsőjémet. Ne. Hát ez amikor ez a Dynamite-ot, ezt ki tudjuk farmolni rajta így a pontokat, mert hát nem igazán vágja, hogy mi a szituáció. Jó, elmenekültünk, yes!
Kapja a Bull, kapja. Ne! Shit, az baj. Ne, mondjuk őt megölettem volna amúgy. Nem. No. Nem baj, első egy léci, most ne vegyétek el. Léci, most meg nem tud semmit csinálni. Léci. Oh. Végre. Köszönöm szépen. Nem tudom, valahogy azt gondolnám egyébként, hogy Shellyvel sokkal könnyebb. De számomra legalábbis Bulla könnyebben megy, mint láthatjátok. De írjátok le, hogy nektek melyik karakterre megy a legjobban ebben a játékmódban és ezen a pályán. Egyébként Showdownra nem jött vissza, csak Lone Star ez a játékmód. Na menjünk egy utolsó mérkőzés, aztán nézzük meg, hogy hogyan tud menni. Alapjáraton tényleg azért Bulla jóval könnyebbnek érzem én legalábbis. Nem értem azokat, akik mondjuk ilyen Nita meg ilyen karaktereket hoznak. Tehát, hogy azért ők nem a legjobbak erre a játékmódra. Ajjaj, óha. Jó, ez baj. Kifejezetten baj. És ránk is van állva egy Shelly. Aj, ne már, pont eltalált a mocskos. A mocskos viszont elég szépen be van szorítva. Vagy el, Primo. Szép, nem megölte. Hát be van szorítva, barátom, be vagy szorítva. Ennyi szóval, és ha valaki rászpónol, az még vicces lenne. Jó, elmegyek innen, Shelly. Pápá. Én ezzel nem vitatkozom. Tudta, hogy ott vagyok. És nem akartam bajt okozni. Nagyon jó. Hát ez hiba volt a részéről. Mindenféleképpen. Valaki nem akarja spawnolni jobb oldalt, és akkor be tudom szedni szépen is. Akkor. Az az ilyes, baby. Ezt már szeretem. Piper! Szia, Piper! Mi újság? Nem tudom, miért az valaki Piper erre a pályára. Nem értem. Na, még egy valaki. Még egy Piper ide spawnol. Oh yes, hallom, hogy spawnol. Itt van el, Primo. Tökéletes. Haha, easy. Hát ezt így kell csinálni. Most működik a spawn kill, bár ugye nyilván, hogy aki valaki épp leszpawnolt, annak nincs annyi csillagja, mint valaki, akinek sok csillagja van, és úgy öljük meg. Jó, szegényke. Itten farmolom ki rajta a csillagokat, és első helyen vagyunk, szóval nem csinálom túlzottan rosszul. Szia! Jó, ezt mondjuk benéztem. Mindig elsők vagyunk, nem baj. Ajaj. Valamit kéne tennünk. És meghaltunk, és ő lett az első, hát ezt nem hiszem el. Utolsó pár másodpercben sikerült leesnünk a második helyre. Nem baj, a második hely is egy szuper hely, tehát tényleg plusz 8 kupa egy mérkőzésre, az nagyon rendben van. Hát köszönöm szépen, srácok, hogy ma is velem tartottatok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, kövessétek be a Facebook oldalamat, ahol livestreamelni fogok például ma is 17:30-tól, úgyhogy ja, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Or is it too soon? Look to the stars and do you think they are